Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A Tea Glóriával stábja az Arany 10 kulturális központban rendezett ünnepségen járt. Nézzék meg riportfilmünket! Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Orbán Viktor miniszterelnök urat és dr. Lázár János államtitkár urat körünkben. Azt hiszem, hogy igazán nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy amikor a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete, a politikai elítéltek közössége és a Recski Szövetség tagjai közösen emlékeznek meg a diktatúra áldozatairól, akkor az ország miniszterelnöke itt lehet velünk. Én azt hiszem, hogy ez egy méltó megemlékezés lesz ma számunkra. Hajtsunk fejet a hősök az áldozatok előtt. Emlékezzünk és emlékeztessünk az idők végezetéig. Kérjük Isten áldását miniszterelnök úrra, Magyarország kormányára, akik lehetővé teszik ma hazánknak a méltó emlékezést, a hiteles történelem emlékezetek bevésését, a kettős mérce megszüntetését, az áldozatok megbecsülését. Mi így emlékezünk, miniszterelnök úr, a kommunista diktatúra áldozataira. És most megkérem elnöktársamat, Vitéz Krasznai Bélát, a Recski Szövetség elnökét, hogy legyen olyan kedves, és ő is szóljon egy pár szót. Tisztelt miniszterelnök úr, államtitkár úr, köszönjük, hogy sok-sok munkájuk és időt rabló elfoglaltságuk mellett szakítottak időt arra, hogy ide eljöjjenek közénk ezen a mai napon, hogy a rabtársadalom egy szekciójával találkozzanak. Tudom, hogy nagyon nehezen tudtak időt szakítani rá. Megköszönjük ezt, jelzésértékűnek vesszük, és igen nagyra értékeljük. Köszönöm szépen! Én nagy tisztelettel átadnám miniszterelnök úrnak a mikrofont, és várjuk az ő gondolatait is nagy szeretettel. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Az igazság az, hogy én gondoltam, hogy benézek és köszönök. Nem gondoltam, hogy másodjára is üdvözlő beszédet kellene mondanom. Szerettem volna azért is itt lenni, és egy rövid ideig együtt lenni önökkel és köszönteni önöket, mert azért az ország sorsáért vívott küzdelmünk az még nem ért véget. Ugye kétfajta fölfogás van a kormányzásról. Az egyik az azt gondolja, hogy a választás megnyerésével a munka el van végezve. Mert az igazság azzal, hogy mi ülünk a kormányzati pozíció, már el is érkezett. Mi nem ehhez az irányzathoz tartozunk. A másik irányzat, ahova mi tartozunk, az úgy gondolja, hogy a választások megnyerése után kezdődik a munka. Mert az ember a megbízatását nem azért kapja, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy bizonyos munkát elvégezzen. Van egy hivatása, van egy küldetése és van egy feladata. Ezt a munkát mi igyekszünk elvégezni, mások meg a saját munkájukat igyekeznek elvégezni, vagyis nem gondolják, hogy az országnak abba az irányba kellene haladnia, mint amilyen irányba éppen most haladunk. Kétségkívül az élet az nem könnyű, európai válság teszi nehézé a mindennapjainkat, mégis azt gondolom, hogy a legjobb európai hagyományokat követve próbáljuk az ország életét rendbehozni, ideértve a nemzeti és a keresztény hagyományokat is. Ebbe a hagyományba beleépül az önök élete, beleépül az önök tapasztalata, beleépül mindaz, amin keresztül mentek. Mi másból lehetne megérteni a jövőt, hogyha nem a múltból? És azt gondolom, hogy mi is a saját szüleink és nagyszüleink életéből tudjuk megérteni, hogy milyen jövő az, amit magunknak akarhatunk, és milyen jövő az, aminek semmiképpen nem szabadna bekövetkeznie. Elismerésemet, együttérzésemet és az önök helytállása iránti nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni ezzel a néhány mondattal, amit most elmondtam. Isten éltessen önöket sokáig, köszönöm szépen a támogatásukat. Remélem, hogy jövőre is itt, ugyanebben a körben találkozhatunk. Isten éltesse mindannyiukat. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, és Mentzer Erzsébetet, a Szórakész elnök asszonyát faggatjuk arról, hogy ennek a mai napnak mennyi meglepetése volt. Igen, valóban mi magunk is meglepődtünk, hiszen vendégségbe hívtuk magunkhoz Lázár János államtitkár urat, és legnagyobb meglepetésünkre miniszterelnök úrral együtt érkezett, ami mindannyiunk számára
jelzésérték és üzenetértékű. Azt gondoljuk, hogy a miniszterelnök úr mindig is nagyon sokat tett azért, hogy a diktatúra áldozatai méltóképpen legyenek megbecsülve ebben a hazában, és én úgy gondolom, hogy amikor a politikai üldözött szervezetek közösen megemlékeznek a diktatúráról, és a miniszterelnök fontosnak tartja, hogy oda ellátogasson, ennél szebb ajándék, ennél szebb emlékezést senki nem kívánhatna magának a mai napra. Én hiszem, és mindannyian, akik itt vagyunk, láthatjuk, hogy az igazi megbecsülés az most érkezett el, amikor a miniszterelnök nem meghívva, de mégis úgy érzi, hogy számára a legfontosabb kötelesség eljönni az áldozatok közé. Úgy érzem, hogy a megjelentek is tiszta szívvel és mosolygó arccal fogadták mindezt, és egy érdekes bejelentés is történt, hogy ezentúl ők sem lesznek elfelejtve? Nem, egyáltalán nem lesznek elfelejtve. Aki figyelte a sajtóhíreket, ugye valamikor decemberben megjelent, hogy a holokauszt áldozatainak lesz a járuléka megemelve 50%-a, és rá egy hónapra megjelent sajtóhírekben, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak is ugyanúgy megemelik 50%-a. Tehát nem vége van a kettős mércének Magyarországon. Mind a két diktatúra áldozatai azonos módon szenvedtek, és a megbecsülés is azonos módon jár nekik. Vitéz Krasznai Béla, a Recski Szövetség országos elnöke, és az egyik résztvevője ennek a mai megemlékezésnek. Önnek mit jelentett a mai nap? Hát nagyon sokat jelentett, ahogy mondtam az üdvözlésbeszédben is, jelzésértékűnek vettük a miniszterelnök úrtól ezt az itteni megjelenését, hogy velünk kapcsolatosan közösséget vállal a kormány, mint ahogy mi is közösséget vállalunk velük. Mert mindenkivel közösséget vállalunk, aki a nemzeti érzéseket tűzi az ászlajára. És úgy látom, hogy a Fidesz kormánya ezt csinálja. Amikor kormányra került a Fidesz 2010-ben, hát annyira algiáz istálóját vett át, hogy hosszú ideig nem volt ideje abban foglalkozni, hogy itt létezik egy rabtársadalom. A kommunizmus által üldözött raboknak a társadalma. Egyesek volt, hogy azt mondták, hogy ámám nem törődnek velünk, leírták bennünket, de ez most fényesen bizonyítja, hogy bizony nem írtak le bennünket, törődnek velünk, és bizony sok embernek anyagilag sem mindegy, hogy milyen juttatásokat fognak adni neki. Ezt a mai gyűlést, amikor összehívtuk, hárman tudtuk azt, hogy jön a miniszterelnök, de elhatároztuk, hogy nem szólunk erről. Meglepetésként hát akartuk, az is lett, méghozzá úgy látom, hogy igen kellemes meglepetés lett az emberekbe, és hát reméljük, hogy ilyen kellemes, hogy így mondjam, utószájízzel megy mindenki majd innen haza. Vitéz Lovak Halász Árpádtól is sikerült egy pár percet kérni, hogy elmondja nekünk, hogy mit jelentett az ön számára ez a mai nap. A mai napon a legnagyobb kitüntetés az jelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral találkozhattam. Többször találkoztunk már személyesen, mert amikor a mementót avattuk, akkor is ott volt ő több mint 10 évvel ezelőtt, és mindig mellénk állt, volt politikai foglyok mellé, és tudja azt, hogy mit áldoztunk a hazáért, pedig tulajdonképpen semmit nem tettünk, csak azt, hogy magyarok vagyunk.